vacsoráztunk. De csak azért, mert itt a környéken lakunk, és a nevünk Kovács. A krumpli nagyon jó szalonnával, és az olaj sem volt avas. A sarki fűszeres olaja jobb, mint a szemközti fűszeresé. Sőt, az utca végén lévő fűszeres olajánál is jobb. Persze, ez nem azt jelenti, hogy az ő olaja rossz. Mari ezúttal jól kisütötte a krumplit. Legutóbb nem jól sütötte ki. Csakis a ropogósra sült krumplit szeretem. A hal friss volt. Kétszer vettem belőle. Nem. Háromszor. Te is háromszor vettél. De te kevesebbet vettél harmadjára, mint először, meg másodszor. Én viszont többet. Ma este többet ettem, mint te. Hogy lehet ez? Általában te eszel többet. A leves kissé sótlan volt. Te azért még sótlanabb vagy. Sok póri hagyma volt benne, de kevés vörös hagyma. Legközelebb szólok Marinak, hogy tegyen bele ánist is. Fiúgyermekünk szeretett volna sört inni. Hasonlít rád. Szeret felönteni a garatra. Láttad, hogy bámult az üvegre? De én vizet töltöttem neki. Szomjas volt, így hát megitta. Lacika rám ütött. Jó háziasszony. Takarékos. Szépen zongorázik. Sose akar sört inni. Olyan, mint a kisebbik lányunk, aki csak tejet iszik és pentőt eszik. Ebből is látszik, mindössze 2 éves. Krisztának hívják. Takácsné ismer egy román fűszerest, aki nagy joghurt értő. Elvégezte a joghurt ipari főiskolát Drinápolyban. Holnap veszek tőle egy bolgár népművészeti joghurtos köcsögöt. Itt ritkán jut hozzá az ember ilyesmihez. A joghurt használ a vesének, a vakbérgyulladásnak és a vakmerőségnek. Pográzottól tudom. Jó orvos, megbízható. Csak olyan orvosságot ír fel, amit maga is kipróbál. Mielőtt Takácsot megoperálta, a saját máját is megoperálta, pedig kutya baja nem volt. Tehát akkor miért úszta meg az operációt a doktor, és miért halt bele Takács? Mert a doktor operációja sikerült, Takácsé meg nem. Akkor Pongrász doktor nem jó orvos. Miért? Egy becsületes orvos együtt hal meg a betegével, ha nem tud vele együtt meggyógyulni. A kapitány is elsüllyed a hajójával. Egy beteget nem lehet egy hajóhoz hasonlítani. Már miért ne lehetne? Egy hajónak is megvannak a maga nyavajái. Különben is a te doktorod éppen olyan egészséges, mint egy csatahajó. Már csak ezért is meg kellett volna halnia a betegével együtt épp úgy, mint egy orvosnak a hajójával. Erre sosem gondoltam. És szerinted mi következik ebből? Az, hogy minden orvos sarlatán. Meg minden beteg sarlatán. És ebben az országban csak a parlament a tisztességes. De nem a politikusok? Természetesen. Valamit nem értek. Miért közli az újság az anyakönyvi hírek közt a halottak korát, és miért nem közli az újszülöttekét? Erre sosem gondoltam. Mi csak? Azt írják, hogy a Varga Józsi meghalt. Istenem, mikor halt meg szegény? 2 éve. Nem emlékszel, kim voltunk 1,5 éve a temetésén. Hogy ne emlékezni? Rögtön emlékeztem, csak azt nem értem, miért lepődtél meg te az újság híren. Nem az újságban olvastam. Több mint 3 éve közölték a halál hírét. Csak most újra eszembe jutott. Milyen kár érte. Olyan jól tartotta magát. A legszebb hulla volt az egész országban. Jóval fiatalabbnak látszott a korán, nem?
Szegény Józsi. Már több mint 4 éve halott volt, de még mindig nem ült ki. És milyen jó kedvű volt. Szegény Józsi, kevés hozzá hasonló nőt ismertem. Nő? Talán férfi? Nem, én a feleségére gondolok. Őt is Varga Józsinak hívták. Ha együtt mentek valahova, nem lehetett megkülönböztetni őket. Csak az egyik halála után derült ki, melyik a másik. És mikor akarnak összeházasodni? Legkésőbb jövő tavasszal. El kell majd menni az esküvőjükre. Valami ajándékot is kellene vinni. Még nem tudom, hogy mit. Odaadhatnánk egyet a 7 kenyérpirító közül. Annak idején mi is mindent már szándékba kaptunk. Szegény asszony! Szomorú dolog lehet ilyen fiatalon, özvegyen maradni. Szerencsére nem voltak gyerekei. Szerencsére? Ha mihez kezdem most velük? Jatal még. Újra férjhez mehet. Olyan jó fes gyászulában. De hát ki fogja gondját viselni a gyerekeinek? Hisz tudod, hogy van egy fiúk meg egy lányok? Hogy is hívják őket? Józsinak, meg Józsinak, mint a szüleiket. Varga Józsi nagybátyja, az öreg Varga Józsi gazdag, és szereti a Józsi fiút. Majd felnevelteti. Persze. És Varga Józsi nagynénye, az öreg Varga Józsi szintén majd felnevelteti Varga Józsi lányát, Varga Józsi. Így aztán Józsi anyja Józsi újra férjhez mehet. Van már valaki? Igen. Varga Józsi unokaöccse. Kicsoda? Varga Józsi? Melyik Varga Józsi? Varga Józsi, az öreg Varga Józsi fia, a megoldogott Varga Józsi második nagybátyja. Nem. Ez nem az. Ez egy másik. Ez a Varga Józsi, özvegy Varga Józsi fia, a megboldogult Varga Józsi nagynénje. A kamionos Varga Józsi. Mindegyik. Varga Józsi kamionos. Micsoda, nehéz pálya. De jól lehet vele keresni. Ha nincs konkurencia. És mikor nincs? Kedden, csütörtökön és kedden. Ugyan? Háromszor, hetenként. És mit csinál ilyenkor Varga Józsi? Fekszik és alszik. De miért nem dolgozik, ha nincs konkurencia? Minden ostoba kérdésedre én sem tudok felelni. Meg akarsz bántani? Dehogy! Ó, ti férfiak! Egész nap otthon ültök, cigarettáztok, púderezitek magatokat, naponta 50-szer kifestitek a szátokat, vagy szünet nélkül íztok! És mit szólnál ahhoz, hogyha ugyanazt csinálnánk, amit ti? Egész nap otthon ülnénk, púdereznénk magunkat, festenénk a szánkat, és unikumot innánk! Bánom is én! Nem szeretem az ilyen tréfákat, jól tudod! Csak azért csinálod, hogy bosszants! Ugyan, kis Csibi. Tudod, hogy nem gondoltam komolyan. Gyere! Menjünk, hagyjuk el! Én vagyok a bejárónő. Ma délután jól szórakoztam. Megnéztem egy fiúval egy filmet, amiben csupa nő szerepelt. Mozi után pálinkát meg tejet ittunk, aztán újságot olvastunk. Remélem, Mari jól szórakozott ma délután. Megnézett egy fiúval egy filmet, aztán pálinkát meg tejet ittunk. És újságot olvasott. A vendégek Szabó és Szabóni a kapuban várnak. Egyedül nem mertek bejönni. Meg voltak hívva vacsorára. Ó, igen. Vártuk őket, de közben megéheztünk és megvacsoráztunk nélkülük. Egész nap koplaltunk. Nem lett volna szabad elmenni a Mari. Maga engedett el. De nem gondolta komolyan. Ó! Oh. Vásároltam magamnak egy bilit. Kérem, Mari, nyisson ajtót és engedje be Szabókat és Szabónét. Miért jöttek ilyen későn? Pontosabbak lehetnének. Pontosnak kell lenni, értem? De ha már itt vannak, üljenek le és várjanak. Köszönöm.
Bocsánat, asszonyom, de azt hiszem, valahol már találkoztunk. Én is azt hiszem, uram, hogy találkoztunk már valahol. Nem láttam kegyedet véletlenül kis kunféle egy házán, asszonyom? Ó, az könnyen meg lehet. Ugyanis Kiskun félegyházi vagyok. De nem emlékszem rá, hogy láttam-e már Kiskun félegyházán, uram. Na hát, milyen furcsa. Én is Kiskun félegyház vagyok, asszonyom. Milyen furcsa. Milyen furcsa. Csak, hogy én körülbelül 5 hete eljöttem Kiskun félegyházáról, asszonyom. Milyen furcsa. Milyen különös. És micsoda véletlen. Én is körülbelül 5 hete jöttem el Kiskun félegyházáról, uram. A 8:30-as vonattal jöttem el, asszonyom, és 3:45-kor érkeztem ide. Milyen furcsa. Milyen különös. Én is ezzel a vonattal érkeztem, uram. Milyen furcsa. Lehet, kedves asszonyom, hogy a vonaton találkoztunk? Hát lehet. Nem lehetetlen. Elképzelhető, sőt végső soron miért is nem. De én már egyáltalán nem emlékszem rá, uram. Harmadosztályon utaztam, asszonyom. Ebben az országban nincs ugyan harmadosztály, de én mégis harmadosztályon utaztam. Milyen furcsa. Milyen különös. Én is a harmadosztályon utaztam, uram. Na, milyen furcsa. Lehet, kedves asszonyom, hogy akkor a harmadosztályon találkozt? Mindent fontolóra véve könnyen meg lehet, de én már nem nagyon emlékszem rá, kedves uram. Én a 8-as számú kocsi 6. fülkéjében ültem, asszonyom. Istenem, milyen furcsa. Én is a 8-as számú kocsi 6. fülkében ültem, kedves uram. Isten, milyen furcsa, milyen különös. Lehet, kedves asszonyom, hogy a 6. fülkében találkoztunk? Mindent fontolóra véve könnyen meg lehet, de én már egyáltalán nem emlékszem rá, uram. Hát az igazat megvalva, én sem emlékszem már rá, asszonyom. De azért lehet, hogy ott láttuk egymást. Sőt, jól elgondolom, egész valószínű, hogy ott láttuk egymást. Csak ugyan. Persze! Csak ugyan, kedves uram! Milyen furcsa! Én az ablak mellett a 3-as számú ülésen ültem, asszonyom! Ó, Istenem, micsoda különös ülés! Én az ablak mellett a 6-os számú ülésen ültem, önnel szemben, uram! Ó, Istenem, milyen furcsa, milyen különös! Hát ott kell találkoznunk, asszonyom! Istenem, milyen furcsa! Persze lehetséges! De én már nem emlékszem rá, kedves uram! Hát nem ön kért meg, asszonyom, hogy tegyen fel a bőröngyét a csomagtartóba. Hát nem ön köszönte meg a segítségemet és engedte meg, hogy rágyújtsa? Igen. Igen! Igen, 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 azt hiszem én voltam! Istenem, milyen furcsa. Micsoda véletlen. Milyen furcsa. Micsoda véletlen. Talán akkor ismertük meg egymást, asszonyom. Istenem, milyen furcsa. Könnyen meg lehet, uram, de... De én már nem emlékszem. Én sem, asszonyom. Egyébként én itt a Kénkő utcában lakom, kedves asszonyom. Istenem, milyen furcsa, milyen különös. Én is a Kénkő utcában lakom, kedves uram. Milyen furcsa. Lehet, kedves asszonyom, hogy a Kénkő utcában találkoztunk? Istenem, milyen furcsa. Mindent fontolóra véve könnyen meg lehet, de én már nem nagyon emlékszem rá, kedves uram. Én a 19-es szám alatt lakom, asszonyom. Istenem, milyen furcsa. Én is a 19-es szám alatt lakom, kedves uram. De hát akkor talán ott találkoztunk, asszonyom. Istenem, milyen furcsa. Könnyen meg lehet, uram, hogy ott találkoztunk, de én már nem igazán emlékszem rá. Én az 5. emelet 8-ban lakom. Én is az 5. emelet 8-ban lakom, kedves uram. Furcsa.
És micsoda vélet? Az én hálószobámban van egy ágy. A szoba. Az ágyon zöld pehelyben. S a szoba. A folyosó végén a fürdőszoba. És a WC közé esik, kedves asszonyom. Istenem, milyen furcsa mikrofonos. Az én hálószobámban is van egy ágy. Rajta zöld pehely dunna, és a szoba a folyosó végén, a fürdőszoba, és a WC közé esik, kedves uram. Ó, Istenem, milyen furcsa, micsoda csodálatos véletlen, asszonyom. Akkor hát mi ugyanabban a szobában lakunk, és ugyanabban az ágyban alszunk. Talán ott találkoztunk, asszony. Istenem, milyen furcsa, micsoda véletlen. Ó, könnyen meg lehet, uram, hogy ott találkoztunk. És talán épp a múlt éjszaka. De én már nem emlékszem rá, kedves uram. Van egy kislányom. Velem lakik, kedves asszonyom. 7 éves. Szőke. Az egyik szeme fehér. A másik piros. Nagyon páros. Alhíznak így, kedves asszonyom. Istenem! Milyen furcsa! Micsoda! Nekem is van egy kislányom. Szintén 2 éves. Az egyik szeme fehér. A másik piros. Nagyon páros. És Alhíznak így, kedves uram! Istenem! Milyen furcsa, micsoda véletlen! Talán az olyan azt a kislány, asszonyom! Könnyen meg lehet, uram, hol? Akkor hát, azt hiszem, kétség sem fér hozzá, hogy mi már találkoztunk, kedves asszonyom és kegyed a feleségem. Zsóka! Rátaláltam. Hogy az? Fél a szívem. Zsóka és Béla most nagyon boldog. Így nem hallhatják, miről beszélek. Elárulok önöknek egy titkot. Zsóka nem Zsóka. És Béla nem Béla. Bizonyíték, Béla nem ugyanarról a gyerekről beszél, akiről Zsóka. Zsóka kislányának az egyik szeme fehér, a másik piros, ahogy Béla lányának. Csak hogy Béla kislányának a jobb szeme fehér és a bal szeme piros, Zsóka lányának pedig a jobb szeme piros és a bal szeme fehér, tehát Béla érvei ettől egyik hamisak, s az utolsó ponton az egész elmélete megdől. Megdől. S noha ez a sok rendkívüli véletlen, fellebbezhetetlen bizonyítéknak látszik, elmondhatjuk, hogy Zsóka és Béla mégsem a szóban forgó gyerek szülei, tehát Zsóka nem Zsóka, és Béla nem Béla. Béla csak azt hiszi magáról, hogy Béla, Zsóka csak azt hiszi, hogy Zsóka. Béla csak azt hiszi, hogy az asszony Zsóka, az asszony csak azt hiszi, hogy a férfi Béla, de mind a kettő mélységesen téved. De hát akkor, ki az igazi Zsóka? És ki az igazi Béla? Kinek az érdeke, hogy az űrzavart tartósítsa? Nem tudom. Ne is próbáljuk kideríteni. Maradjon minden úgy, ahogy van. Engem tulajdonképpen Sherlock Holmesnak hívnak. Felejtsük el, bébi, ami nem történt köztünk. És most, hogy újra találkoztunk, ne hagyjuk el többé egymást is. Éljünk úgy, mint az előtt. Oké, bébi. Jó estét, kedveseim! Ne haragudjanak a megvárakoztatásért! Azt gondolom, hogy kellő tisztelettel fogadjuk önöket, s mihelyest értesültünk kitüntető szándékukról, hogy bejelentés nélkül törnek ránk, sietve ünneplőbe öltöztünk. Egész nap egy falatot se vettünk. Több mint 4 órája várunk. Miért késtek ennyi? Ka. Na persze.
mint náltások vagy. Pedig nincs is hideg. Léghúzat sincs. Nincs hát. Haj. Valami baj van? Nem, csak eszi a fedem. Az ön korában nem volna szabad, uram. A szív örökké fiatal marad. Úgy van. Mondják. De mondják az ellenkezőjét is. Az igazság valahol középen található. Pontosan. Ennek annyit utáznak. Miért nem mesélek néhány érdekes történetet? Mondd el, drágám, mit láttál ma? Úgyse hinnék el. Csak nem képzeli, hogy kétségbe vonjuk a szava hihetőségét. Megbánt, ha ezt képzeli rólunk. Megbántod őket, ha ezt képzeled rólunk, drága? Nos jó. Ma egy rendkívül furcsa dolgot láttam. Egy hihetetlen dolgot. Mondd el gyorsan, drágám. Hó, milyen jól fogunk szórakozni. Itt az ideje. Láttam az utcán, az egyik kávéház előtt egy jól 50 körüli urat, aki... Aki? Aki mit? Jaj, de disznó vagy, drágám, nem szólsz közben. De drágám, de ott romba vagy, hát te szóltál először közben. Mit csinált az úr? Lehet, hogy azt mondják, hogy túlteng a fantáziám, de féltérdre ereszkedett, és lehajolt. Igen, lehajolt, és megkötötte a cipőfűzőjét. Fantasztikus. Ha nem maga mondja, el se hiszem! Miért? Vannak ennél sokkal cifrább dolgok is. Ma például a saját két szememmel láttam a föld alattiban egy férfit, ült az ülésen, és újságot olvasott. Micsoda, hóbortos alakok vannak. Talán ugyanaz volt. Hallod? Csengettek. Talán jött valaki. Rögtön megnézem. Senki! Van itt egy másik... Hallod? Csengettek! Talán jött valaki. Rögtön megnézem. Senki! Szóval van hallod? Csengettek! Még egyszer nem megyek ki ajtót. De talán jött valaki. Először nem volt senki, másodszor nem volt senki. Miért lenne most valaki? Mert csengettek! Ez még nem ok rá. Hogy nem ok? Ha az ajtónál csengetnek, van valaki az ajtó előtt, és azért csenget, mert be akar jönni. Nem mindig? Láttad az imént? Legtöbbször mégis van valaki. Ha én vendégségbe megyek, csenget bizottam, hogy beleszenek. Azt hiszem, mindenki bizon bele. Akárhányszor csengetnek, valaki mindig áll az ajtó előtt. Elméletben igen. Gyakorlatban... Gyakorlatban minden másképp történik, láttad az előjét. A feleségének igaza van. Ó, maguk asszonyok mind összetartanak. Rendben van, megnézem még egyszer. De csak azért, hogy ne mondhass önfejűnek, meglátod, úgysem lesz senki. Látod? Senki. Ó, a férfiak mindezt szeretnék, hogyha nekik volna igazuk, de mindig tévednek. Hallod? Csengettek! Talán jött valaki! Ne is küldj ki még egyszer ajtót nyitni! Láttad? Felesleges! A tapasztalat bebizonyította, hogyha csengetnek az ajtónál, nincs kint senki! Soha senki! Ez nem biztos! Sőt, alapvetően téves. Ha az ajtónál csengetnek, leginkább van ott valaki. Egyáltalán nem lehetetlen. Nincs. De van. Én pedig azt mondom, hogy nincs. Minden esetre nem fogsz még egyszer fölöslegesen kizavarni. Ha meg akarod nézni, nyisd magad ajtót. Meg is nézem. Ó, a tűzoltó parancsnok. Jó napot, hölgyeim és uraim. Jó napot, Kovácsné. Csak nem haragszik. Ugyan. Tudja, a feleségem kicsi megalázónak tartja, hogy nem volt igaza. Ugyanis Kovács úr vitatkozott a feleségével, kapitány. Semmi köze hozzá. Kérlek, ne terjesd ki a szennyesünket idegenek előtt. Ó, nem kell olyan komolyan venni, drágám. A kapitány úr különben is régi jó barátunk. Udvarolt nekem az anyja, és ismertem az apját.
Mindig arra kért, adjam hozzá a lányomat, ha lányom születik. De nem érte meg. De hát, tulajdonképpen miről van szó? Nos, jó! Feszélyez ugyan az őszinteség, de egy tűzoltó egyúttal gyóntató papucs. Szóval? Azon vitatkoztunk, hogy a férjem azt mondta, hogy ha csengetnek az ajtónál, mindig van ott valaki. Nyilvánvaló. Én pedig azt mondtam, hogy ha csengetnek, az azt jelenti, hogy nincs kint senki. Lehet, hogy furcsán hangzik, de... De be van bizonyítva. Márpedig nem elméletileg, hanem gyakorlatilag. Nem igaz, hisz a tűzoltó úr itt van. Ő csengetett, én ajtót nyitottam, s ő kint át. Mikor? Hogy mikor, az előbb. De csak a negyedik csengetés után állt az ajtó előtt. És ami negyedszer történik, nem számít. Soha nem is számított. Csak az első három eset számít. Kapitány úr, engedjen meg néhány kérdést. Tessék. Amikor ajtót nyitottam, és megpillantottam, ön csengetett? Igen, én. Ott állt ugye az ajtó előtt, csengetett, mert be akart jönni? Nem tagadom, így volt. Először is ön csengetett, kapitány? Nem, nem. Hallják? Csengettek, mégsem volt senki. Talán más csengetett. Régóta áll az ajtó előtt? 3/4 órája. És nem látott senkit? Senkit. Egy teremtett lelket sem. És hallotta, hogy másodszor is csengetnek? Igen, de azt sem voltam, és akkor sem volt ott senki. Kurva! Nekem van igazam. Lassan a teste! Mit csinált az ajtó előtt? Semmi. Áldogáltam. Mindenfélén tűnődtem. És harmadszor, akkor sem ön csengetett? De igen, akkor én. Mégis, mikor ajtót nyitottuk, nem láttuk. Mert elbújtam tréfából. Ez nem tréfa, kapitány úr. Ahhoz nagyon is szomorú. Egy szóval még most sem tudjuk, van-e valaki az ajtó előtt, ha csengetnek? Soha senki. Mindig valaki. Majd én egyességet tesznek maguk között. Mindkettejüknek igaza van, de csak részben. Ha csengetnek, az ajtónál vagy van ott valaki, vagy nincs. Szerintem ez logikusan hangzik. Szerintem is. Az életben volt, aki minden egyszerű. Csókolják meg egymást. Az előbb már csókoloztunk. Majd csókoloznak holnap, van ideig bőven. Á, most, hogy segített megoldani ezt a problémát, kérem, kapitány úr, vegye le a sisakját is. Üljön le. Elnézést, nem maradtok sokáig. Szívesen leveszem a sisakom, de leülni nincs időm. Megvallom, egészen más miatt jöttem. Szolgálati ügyben vagyok itt. És miben lehetünk szolgálatára, kapitány úr? Kérem, ne vegyék zokon, ha indiszkrét leszek. Szabad előtti. Ó, ne zavartassa magát. Régi barátok vagyunk, mindent kibeszélnek előtt. Kezdje hát. Nos. Van-e a házban tűz? Miért kérdi ezt tőle? Mert ne haragudjanak. Parancsba kaptam, hogy olcsak el minden tüzet a városban. Minden tüzet? Igen. Nem tudom, nem hiszem, de ha gondolja, megnézhetem. Nem lesz semmi égészak. Nincs abszolút semmi. Kis égés a padláson, vagy a pincében. Vagy egy irinyó-pirinyó éppen csak lángra kapó tűzvészecske. Igazán nem szeretném kiábrándítani, de ez időtájt. Semmivel sem szolgálhatok, de ha is lesz valami, azonnal értesítem. Ígérje meg, hogy nem feledkezik meg rólam. Nagyon lekötelez vele. Számíthat rá. És maguknál? Maguknál sem még semmi. Sajnos semmi. Mostanában minden meglehetősen rosszul megy. Rosszul? Pocsékul. Alig ad
egy-két apróság. Kémény egy pajta. Semmi komoly, és ez bizony nem hoz a konyhára. És ha alacsony a teljesítmény, alig csurran csepven egy kis prémium. Pangás az egész vonalon. Mindenütt ugyanez a helyzet. Az idén a kereskedelem is, a mezőgazdaság is rosszul megy. Ugyanúgy, mint a tűz. Se búza, se tűz. Árvíz is alig. Szerencsére még van cukor. Mert külföldről hozzák be. A tűzvészel már nehezebb. Magas az adó. Azért néha akart még egy-két gázmérgezés. A múlt héten például egy fiatal asszony mérgezte meg magát. Nyitva hagyta a gázcsapot. Elfelejtette elzárni. Nem. Azt hitte, hogy a fésője. Tévedni mindig beszélhet. Jártál mondjuk a gyufakereskedőnél? Mit keresek nála? Biztosították tűzkár ellen. Akkor látogassa meg a lelkészt. Nyugodtan hivatkozhat rá. Paplakban nem oldhatok tüzet. Csak magam ellen ingerelném a püspököt. A papok vagy maguk oltják el a tüzet, vagy veszt a tüzekkel oltatják el. Akkor próbálja meg pusomáiknál. Ott sem szabad. Roma. Ahhoz ugyan van joga, hogy háza legyen, de ahhoz már nincsen, hogy eloltassa, ha tűz kap bele. Tavaly mégis eloltották, amikor lángra gyúlt. Saját maga oltotta el. Suttyomban. De tőlem nem kell félni. Én nem jelentem fel. Én sem. Maradjon még, kapitány úr. Úgy örülünk, hogy láthatjuk. Meséljek anekdotákat. Ó, igen, persze. Milyen kedves. Igen, anekdotákat halljuk. Ami a legeslegérdekesebb, minden tűzoltó történet, igaz? Hiszen tapasztalati tényeken nyugszik. Az én történetémet mind-mind magam éltem át, mindent az életből merítettem, kizárólag az életből. Könyvekből semmit. Nagyon helyes. Az igazság az életben van, nem a könyvekben. Kezdjen, már kezdi. Kérem, nem érdemek így rá. Zavarba ért. Tudják, milyen félszeg vagyok. Azért én megpróbálom, de ígérik meg, hogy nem figyelnek oda rám. Jó, majd de ha nem is figyelünk, akkor nem is halljuk. Ez eszembe sem jutott. Ugye mondtam? Olyan, mint egy kölyök. Ó, drága gyermek. A kutya meg az ökör. Állattam mesélni. Egyszer egy másik ökör azt kérdezte egy másik kutyától. Miért nem nyelted le az ormányt? Nem tudom. Veled a kutya? Azt hittem, elefánt vagyok. Tanulság. Mindenkinek magának kell levonnia. Igaza van. Még egyet. Egyszer egy borjú túl sok üvegszilánkot evett, ettől megellett és világra hozott egy tehenet. De mivel a borjú fiú volt, a tehén nem szólíthatta mamára. Apának sem szólíthatta, mert a borjú túl fiatal volt. A borjú tehát kénytelen kelletlenül megnősült, és a városházán az akkori szokások szerint mindkettőjüknek jól odapörkölt. Élet belőlük pörkölt! Ismeri a történetet? Minden újság tele volt vele. Akkor mondok egy másikat. A kakas! Egyszer egy kakas azt szerette volna, ha kutyának nézik, de nem sikerült neki. Rögtön felismerték. Viszont egy kutyát, amelyik azt szerette volna, ha kakasnak nézik, sosem ismerték fel. Én is mondok egy történetet! A kígyó és a róka. Egyszer egy kígyó oda ment egy rókához és azt mondta. Azt hiszem, ismerjük egymást. Én is azt hiszem, felelte a róka. Akkor szólt a kígyó, adj kölcsön egy kis pénzt. Egy róka sose ad kölcsön, felelte a ravasz állat, és iszkiri, bevetette magát egy eperrel, és tyúknézzel tett mély völgybe. Kígyó ott várt rá, s ördög ilyen gazdagott. A róka üvöltve kirántottak ését. Majd megtanítalak, hogy kezdjük be durálni. Kiáltotta.
tehetségére a kígyó gyorsabb volt. Egy jól irányzott ökölcsapással kupán vágta a rókát, s az 1000 darabra tört. Közben szüntelenül üvöltötte. Ne! Ne! Nem vagyok a lárvon! Érdekes történet. Nem rossz. Gratulálok. Nem valami híres, aztán meg ismerem is. Borzasztó. De ugye nem igaz? De sajnos igaz. Maga következik az. Én csak egyet ismerek. Azonnal elmondom. A címe? A virágcsokor? A feleségem mindig is romantikus alkat volt. Nos, egyszer egy vőlegény vitt egy csokor virágot a mennyasszonyára, aki megköszönte. De mielőtt megköszönhette volna a vőlegény azért, hogy megleckésztesse, kikapta a virágot a kezéből, közölte, hogy visszaveszi a csokrot, és ködelőtte, köd után. Ott bibáljuk. A maga feleségére mindenki joga lehet, féltégen Kovács úr. Igen, feleségem a megtestesült értelem. Még nálam is okosabb. Minden esetre sokkal nőiesebb. Legalábbis azt mondja. Még egy anekdotát, kapitány úr. Nem, már nagyon későre jár. Azért csak mondjon el még egyet. Már nagyon elfáradtam. Tegye meg a kedvünkért! Kérem! Nem lehet. Jégcsap a szíve, mi meg parázson ülünk. Hát jó. Beleegyezel, újabb marhasággal fog traktálni. A nátha! Sógorom. Volt egy apai oldalági unokatestvére, és ennek anyai részről egy nagybátyja, és ennek egy apósa, akinek apai nagyapja másodszor egy fiatal benszülött szépséget vett el. Akinek bátyja utazás közben megismerkedett és beleszeretett egy lányba, akitől fia született, aki összeházasodott egy rettenhetetlen gyógyszerésznővel, unokája volt egy szállásmesternek, akit a katonaságnál nem ismertek, és ennek volt egy mostohapja, és annak egy spanyolul perfektül beszélő nagynénye, aki unokahuga volt egy valószínűleg fiatalon meghalt mérnöknek, aki maga unokája volt egy nem valami híres bortermelő szőlős gazdának, akinek öccse. Egy otthoni csörgő alkalmány felnevelt egy fiúgyermeket, aki elvett egy rendkívül csinos elvált asszonyt. Akinek első férje, egy derék hazafi fia, töltető szellemben nevelte fel lányát, akit elvett egy vadász, aki ismerte Rothschildot. Akinek öccse, miután többféle foglalkozással próbálkozott, elvette egy lányt, akinek beteges dédapja szemüveget hordott, melyet unokatestvérétől kapott. Egy portugál ember sóbarától, aki máskülönben törvénytelen fia, annak a nem éppen jómódú Molnárnak, akinek tejtestvére egy öreg falusi orvoslányát vette el, egy öreg falusi orvosét, aki maga tejtestvére teljes ember fiának, akinek apja feleségül vett egy szürke tanítónőt, akinek apját egy öreg asszony nevelte fel Kanadában. Egy plébános unokahúga, akinek, mármint a plébánosnak, volt egy nagyanyja, aki télen épp úgy nátát kapott, mint mindenki. Furcsa a história. Szinte hihetetlen. Nátha ellen legjobb a válna. Felesleges óvatosság, de nélkülözhetetlen. Kérem, kapitány úr, mesélj el még egyszer, hogy szeretnénk újra hallani. Kevés az időm, szolgálatban vagyok. A
Asszonyom, uram! Mi az? Mit keresi? Bocsánat, asszonyom, uram, bocsássanak meg hölgyeim és uraim, de én is szeretnék elmondani egy történetet. Micsoda? Azt hiszem, barátaim bejárónője megbolondult. El akar mondani egy történet? De hát mit hisz magáról ez a lány? Mit szól bele? Illetlenül viselkedik, Mari. Hiszen ez lehetetlen. Már maga is. Lehetetlen. Itt mit jelentsen mindez? Maguk ismerik egymást. De még mennyire. Örülök, hogy végre viszont láthatom. Végre! Ez a hölgy volt ott el első fellángolásunk. De vagyok. Azért ez túlzás. Itt nálunk? Nem illik. Mari! Ó, hát ha így áll a helyzet, az ilyen érzelmek indokoltak, emberiek, tiszteletre méltóak. Minden, ami emberi tiszteletre méltó. Szerintem maga tudom, hogy nem rám tartozik egy bejárónő, öröki bejárónő, mert szerettem volna elmondani. Nem mondjam el semmit. Ugyan, Mari, menjen csak szépen vissza a konyhába, és olvasgasson tovább költeményeket a tükör előtt. Érdekes. Én nem is vagyok bejárónő, és én is szoktam költeményeket olvasni a tükör előtt. Ma reggel, amikor a tükörben néztél, még nem láttad magad. Mert még ott se volt. Talán mégis elszabad lennék egy rövid kis költemény. Borzasztóan csökönyös, Mari! Szabadottok egyet, rendben. Címe a tűz a kapitány úr tiszteletére. Palikán jelek csillogtak az erdőben. Tüzet fogott egy kő. Tüzet fogott a kastély. Tüzet fogtak a fák. Tüzet fogott az erdő. Tüzet fogtak az asszonyok. Tüzet fogtak a madarak. Tüzet fogtak a halak. Tüzet fogott a víz. Tüzet fogott minden. Pedig volt valami melegség a sorok között. Csodás. Azért. Nem kell túlzásba vinni. De én ilyennek látom a világot. Ez az álmom. Az eszményképe. Előtt eszembe. El kell mennem, mert 3:16 múlva tűzünk ki a város túlsó végén. Oda sietek, persze nem nagy dolog az egész. Mi lesz? Egy kis kémény tűz? Na, még csak az se. Egy kis szalmaláng, meg egy kis gyomorék is. Nagyon sajnáljuk, hogy már elmegy. Remekül szórakoztunk a történeteit. Pompás negyed óra volt, tiszta, logikus. Apropó, és a kopasz énekesnő? Ugyanolyan a frizurája, mint máskor. Nos jó, a viszontlátásra, hölgyeim és uraim! Sok szerencsét és kellemes tüzet! Reméljük, hisz közérdek. Én vehetek az öcsémnek egy zsebkés, de ön nem veheti meg Írországot nagyapjának. Az ember lábon jár, ellenben villannyal vagy színnel fűt. Jobb ma egy túzok, mint holnap egy veréb. Aki okos, ablakon néz. Ülj a székre, akkor is, ha nincs? Gondolj mindenre egyszerre. A mennyezet fent van, a padló nem. Ha valamit helyesnek, akkor nem kell komolyan lenni. Mindenki megérdemli a sorsát. A tanító olvasni tanítja a gyerekeket, és a mostan a könkeit szokatja, mint kicsinyek. Ezzel szemben minden tekédnek hátul van a farka. Inkább lássak mezőmadarat, mint zoknit taliskában? Mi a betatár a batárban, mint egy madár a határban? Nem tudok olyan jól, nagyon úgy, hogy megértsenek. Neked adom az anyósom kapucsát, ha
de nekem adod a férjed koporsóját. Hol egy monofizit apa? Össze akarom házasítani a szobalányunkkal. A kenyér az fa, viszont a kenyér ugyancsak fa, a tölgyből nő a tölgyfa minden reggel hajnalban. A papír arra való, hogy írjanak rá, a macska arra, hogy egeret fogjon, a sajt arra, hogy karmoljon. Az autó szárul, de a szakásnő jobban főz. Ne hagyják magukat becsapni. Csókolják meg az összeesküvőt! Be lehet bizonyítani a társadalmi haladás cukorral élvezetesebb! Le a cipőpasztával! Fekete cipőpasztával nem lehet szemüveget fényesíteni! De pénzért minden megvásárolható! Inkább levágok egy rendet sem, hogy kertben énekeljek! Kakadu! 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 Mekkora kaki! Kakadu! Mekkora kaki! Kakadu! Kocsin csuncsa, kincsin senki, bencsin senki, kocsin csuncsa! Kincsin senki, bencsin senki, kocsin csuncsa! Kincsin senki, bencsin senki, kocsin csuncsa!